Szevasztok! Ebben a videóban elkezdem építeni azt a drift trike-ot, amit köztetek a nézőink között fogunk kisorsolni. Ehhez nincs más dolgotok, mint feliratkozni, bekövetni Instagramon, és megosztani a videót hashtag Tripmania Ubi névvel. Na vágjunk bele! Szó szerint. Alig használt BMX? Igen! Közel a cél! Az ott a drift trike-hoz való BMX, itt pedig a régi gokártunk látható. És elmesélem nektek, hogy mi is ez az egész. Nekem anno, amikor megcsináltuk a gokártot, ez a drift gokárt verzió tetszett a legjobban. És azóta is bánom egy kicsit, hogy átalakítottuk. Viszont az a fejreburvásos történet elég menő volt. És elég rég történt, szóval úgy gondoltam, hogy ideje valamit újítani, és beszereztem hozzá egy BMX-et, és a meglévő gokárttal ezt a témát valami drift trike-szerű bigyóvá szeretném összehekkelni, és akkor nézzük, hogy mi az, ami kelleni fog nekünk. Ez itt a gokártunk régi motorja, Honda GX160-as motor, egy olajos kuplunkban rátéve, így nincs rajta váltó, ahogy húzzuk a gázt, úgy fog menni ez az egész. Ez a BMX, amit használt piacon sikerült nagyon jó áron megvásárolnom. Ugye levágva nagyjából középtájt, az első részét felhasználva fogjuk irányítani, és ugye az ülés. A régi gokártunknak az ülését fel tudjuk használni. Remélem, hogy még beleférek. Kicsit híztam. Kerekek, méghozzá úgy, hogy ezek a KPL csövek lesznek ráhúzva, levegővel megfújva, rá fog préselődni, hát nagyon jól fog csúszni. Ugye tavaly ezt már leteszteltük. És hát kell nekünk ugye egy ilyen gokárt váz, aminek ezt a hátsó felét fogjuk felhasználni. Most ebben a videóban elkezdjük ezt szétszedni, előkészíteni, és valószínűleg a következő videóban fogom Matyi barátommal tovább folytatni és hegezgetni ezt az egészet. Ahhoz, hogy az építkezést elkezdjem, először szét kell szedni, amiben nagyon jól vagyok. Ezt még a Matyi rám bízta, hogy nyugodtan csinálhatom én is. Majd az lesz a terv ugye, hogy itt valahol szétvágjuk. Először is akkor el kell távolítanom fék munkahengert, mert ez útban lesz. Lássunk neki! És akkor kijön a bovden. Itt még kiszabadítom. Egyébként ez egy tök érdekes konstrukció, mert hogy itt elő a bovden megy, utána pedig hidraulikus fékként működik, és hidraulikus a tárcsafék is. Úgyhogy ez egy ilyen hibrid verzió, ezt annól még a legelső ilyen patkány motorunkról lett leszedve. Elsőre, állj le! És tök jól működik, mert így a gokárt pedállal tudjuk használni a hidraulikus féket. Ezt még itt elcsípjük. Légy szabad! Félre rakjuk, aztán jöhet a többi. Még itt a kormány ki kell tekerni, hogy látjátok, itt egyben van a téma, úgyhogy ezt eltávolítom. Kijött. Szerintetek ezzel a kicsivel, vagy ezzel a naggyal vágjam? Csodálat az úr, ketté választotta, ha minden igaz. Na valami tartja még. Ketté vágtam. Nézd meg, itt ízéltem, hogy nem kell Matyi segítsége, és már megvágtam magam. Lehet el fogok vérezni, vagy egy vámpír kiszívja. Tehát ez a része nekünk nem kell, azt ott mindjárt felszedem, valahogy. Így. Valami ilyesmi lesz. Hú, én már nagyon várom. És akkor most jön ennek a BMX-nek a szétszedése. Lehet, hogy ehhez már értek egy kicsit. Az biztos, hogy a hátsó féket el kell távolítanunk. El kell távolítanunk a hajtókat, az egész hajtást, ki kell itt vennünk, ülést. És valahol itt lesz majd így elvágva. És úgy lesz fölhegesztve ez az egész. Szedjük szét! Jó, fölül is, alul is ki van akasztva. Ezeket most ki kell tekerni. Nézni. Az
Tekintve, hogy ez nem fog kelleni nekünk, egy alig használt BMX hátsó kerék ingyen elvihető. Igen, ezt érdemesebb lett volna az előbb levenni. Lehet, hogy ehhez már értek egy kicsit. Ha valakinek kéne egy ilyen a bicajába, akkor ez is ingyen elvihető. Az, hogy elcsapom itt, 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 és ezt az egy rudat fogom megtartani neki. Alig használ BMX? Igen! Közel a cél! Eljutottunk oda, hogy nagyjából így összeállt a téma. Viszont itt tök jól be tudom mutatni azt, hogy mi ezzel a probléma. A gokártunk hátsó felfüggesztése elég alacsonyan van, és hogyha ráteszem még ezt a gokárt kereket is, akkor egyből szembe tűnik, és vissza kell állítanunk az eredeti helyére, ahogy a gokárton volt. Ugye ezt annó azért változtattuk meg, hogy a földutakon, a mezőn is tudjuk rendesen használni, mert állandóan leért. Viszont ez most betonplacon lesz használva, úgyhogy nekiállok, szétvagdosom, és aztán visszahegesszük az eredeti helyére. De mielőtt belevágnék, el kell távolítanom ezt a hátsó tengelyt. Mint látjátok, ez is elég rozsdás már, és szerintem igen, a csapágyak is eléggé be vannak állva. Úgyhogy erre is ráfér egy felújítás. Mivel hogy ezekre a gumikra ráhúzunk ilyen KP egy csövet, ami nagyon csúszósá teszi ezt az egészet, így ha behúzod a hátsó féket, semmit nem fog, ugyanúgy csúszol hátra, úgyhogy ez is egy ilyen súlyfelesleg, le is szedjük, első fék lesz, aztán kész. Te majd imádkozunk. Hát ez a lánc is látott már szebb napokat, viszont ezt is felújítom, beleteszem egy ilyen kis edénybe, és öntök rá egy kis féktisztítót, aztán hagyom pár napig állni. Közben találtam itthon valami lánckenősprét is. Ebből is adunk neki. Befejeztem, úgy ahogy elő van készítve a váz, ugye erről beszéltem, hogy ez eredetileg itt volt, és most ennyivel följebb fog kerülni ez az egész. És így a kerekeket ide rakva, már is sokkal közelebb kerültünk a talajhoz, azaz lejjebb került a súlypont. Így, ha minden igaz, elvileg nem fogunk felborulni. Mint láttátok, elég sokat haladtam vele, azért fontosom ezt a csövet, mert például ez majd még ide lesz behegesztve. Innentől már a Matyival fogom folytatni az építést, viszont az nem most lesz, hanem a következő videóban. De ha már itt tartunk, akkor arra gondoltam, leírhatnátok kommentbe, hogy milyen színű legyen majd ez a drift trike, és akkor, hogyha fel vagytok iratkozva, találkozunk a következő videóban. Továbbra is él az, hogy osszátok meg ezt a videót, iratkozzatok fel a csatornára, és kövessetek be Instagramon, mert ezek az emberek között lesz kisorsolva ez a tricikli. Találkozunk a következő videóban!